Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Szeptember 13-án hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját látják. Tartsanak velünk! A héten búcsúzik Dobroszláv Lajos emlékkiállítása a múzeumtól. A térség ellátottainak szállítását segíti az újonnan vásárolt busz. Középkori hagyományok elevenedtek meg a Tatai várban. Állatorvosok, agrárszakemberek és egyetemi hallgatók sportoltak az edzőtáborban. Hamarosan visszakerülnek az eredeti tulajdonosaikhoz azok a Dobroszláv művek, amelyekből rendhagyó kiállítást nyitott nyár elején a Kuni Domokos Múzeum. A tárlat finisztázsának részeként az érdeklődők személyesen találkozhattak és beszélhettek az alkotó fiával. Máig a legnagyobb akvarelfestők között tartják számon a Munkácsy Mihály díjas magyar művészt, Dobroszláv Lajost. Sok éves előkészítő munka után több mint 3 hónapig láthatta a nagy közönség azt az alkotó teljes életművéből válogató kiállítást, ami a Kuni Domokos Múzeumban debütált. A korábbi lakossági felhívásnak köszönhetően a tárlatot 25 kölcsönző partner, köztük közintézmények és magánszemélyek tették teljessé, számos darabot viszont saját otthonuk faláról az alkotó fia ajánlott fel. Megmondom őszintén, nagyon nagy élmény. Én édesapámnak szinte valamennyi kiállítását láttam. A 70-es években elég sok kiállítása volt az egész ország területén, de ilyen szép kiállítás, mint ez, még egy sem volt. Hát ebből is látszik, ez egy gyűjteményes kiállítás. Sikerült a különböző tulajdonosoktól összeszedni a képeket, és lenyűgöző ez a kiállítás. A múzeum maga is több kiemelkedő alkotást őriz az 1942-től Tatán élő festőtől, de most olyan darabokat is sikerült bemutatni, amiket kiállításban még soha. A vár egyik termében az olajfestmények és életképek kaptak helyet, míg a másik tér akvarelleket vonultatott fel. Tulajdonképpen az emléke még mindig rendkívül eleven, hiszen a városban ismerik, tisztelik, gyűjtik és őrzik az alkotásait. Ebből a kiállítás új tanulságok születtek. Telnek az évek, úgy érik Dobroszláv Lajos életművének a jelentősége, az értékelése. Nem pusztán egy olyan művész tisztelünk benne, aki szerette a várost és szeretettel tudta megörökíteni a várost, hanem a tájban a maga vallásos küldetését próbálta megfogalmazni. Számára a táj a Teremtő Istennek az arca volt, azért tudott úgy elmélyedni benne, és azért tudta annyira csodálni, és ezt szerette volna visszaadni. Tehát igazából egy misszió, egy küldetés volt az ő festőművészete. Ez most a jelenlegi kiállításnak a konklúziója, talán a képeknek a gazdagsága, az életmű tengelyéből válogatott képeknek a gazdagsága lehetővé teszi a látogatók számára is, hogy ezt a rendkívüli megfigyelést valahogy megérezzék, megértsék. A kiállítás finisszázsának részeként az alkotó fiával Kövesdi Mónika művészettörténész beszélgetett. A Dobroszláv Lajos emlékezete című tárlat még néhány napig megtekinthető a várban. A Tatai Kistérségi Társulási Tanács sikeres pályázatának köszönhetően egy új kisbusszal bővült a Tatai Szociális Alapellátó Intézmény. A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 9 millió forint értékű támogatást biztosított, amely részeként már egyszerűbben zajlik a térség ellátottainak szállítása. Tata, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna is a Tatai Szociális Alapellátó Intézmény ellátási helyszínei közé tartozik. A szervezet számos területben nyújt segítséget, amely feladatok kivitelezéséhez nagy könnyebbséget jelent az a kis busz, amelyet a Tatai és Térsége Civil Társulási Tanács egy nyertes pályázaton keresztül tudott biztosítani. Amint egy 9 millió forint értékű fejlesztést a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatta. Az augusztus végén átvett gépjármű már használatban van, és nem csak a nappali ellátásban, de a szervezet kirándulások lebonyolításában is aktívan nyújt segítséget a kisbusz. A Szociális Alapellátó Intézmény a kistérség intézménye, és így a
kistérségi önkormányzatok, Tata, illetve azok a kisebb települések, amelyek a kistérségi társulásban szerepet vállalnak, a fenntartói ennek az intézménynek, és ez a kistérség a feladatellátási területe szociális alapellátónknak. És most lehetőségük volt, hogy még februárban benyújtsanak egy pályázatot a Nemzeti Szociálpolitikai Intézethez. Ennek keretében nyertek el 9 millió forintos támogatást egy 9 fős kisbusznak a beszerzésére, és ez most érkezett meg ide az intézményhez. Már azonnal munkába is állt, és nagyon nagy segítséget jelent az itt dolgozóknak, hiszen hatékonyabban tudják azokat a feladatokat ellátni, amik az itteni ellátottaknak a szállításával kapcsolatosak. Ugye kevesebb kört, kevesebb kilométert kell megtenniük egy-egy autóval, és kényelmesebb is ez az új kisbusz, mint a korábbiak, úgyhogy az ellátottak is nagyon örülnek az új lehetőségnek, és természetesen az itt dolgozók is, hogy a munkájukat még hatékonyabban tudják ellátni, és mi is nagyon szépen köszönjük nekik, hogy ezt a feladatot is ilyen lelkiismeretesen és elhivatottan végzik, és hát örülünk és reméljük, hogy még nagyon sok örömük telik az új autóban, és bízunk abban is, hogy a jövőben is lesz még lehetőségünk tovább fejleszteni ezeket a feltételeket is az intézmény működésében. Reneszánsz hangulat fogadta szeptember 11-én a Tatai várba érkezőket. A múzeum munkatársai tematikus nappal idézték meg, milyen lehetett a mindennapi élet Mátyás király idején. Lovagi torna, íjászat és egy kovácsmester is szórakoztatta a látogatókat. Mátyás király korát megidéző tematikus programok fogadták az érdeklődőket szeptember 11-én a Tatai vár környezetében. A reneszánsz hangulatban megrendezett eseményen rengeteg színes program közül válogathattak a látogatók. Ilyen volt például a lovagi torna is, amely a lovagi készségek jegyében zajlott a várudvarban. Egy reneszánsz napról van szó, az a célunk, hogy egy kicsit megidézzük a mátyáskori reneszánsz világot itt Tatán. Egész napos rendezvényeink vannak, vannak folyamatosan elérhető programok, illetve vannak tematikus rendezvényeink is, a várudvaron, illetve a vármúzeumon belül is. A várudvaron gyakorlatilag este 7 óráig lesz egy udvari kovács, aki ólomkatonát önt, különböző bemutatókat tart, íjazni lehet nála mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek, és 5 alkalommal, most már csak 4 alkalommal még lőni is fog egy ágyúval, tehát feldúrottatjuk Tata nyugalmát a mai délutánon, illetve délelőtt során is. Ezen kívül délt folyamán 10 órától nagyjából 11:30-ig egy lovagi torna névre keresztelt vetélkedőt állítottunk össze, ami 5 állomásból áll, és a lovagi készségekre próbáltuk fölépíteni. Lesz benne itt is íjazás, de itt mindent idézőjelben kell érteni. Íjazás, toronyépítés, erőpróba, kardvívás, illetve lesz egy kis vadászati kvíz is, amit érdemes kipróbálni, mindent megpróbáltunk a lovagi korhoz, a reneszánszhoz, a középkorhoz kötni. Lesznek tematikus rendezvényeink, például lesz speciális tálatvezetés a lovakkori teremben. Ez attól lesz speciális, hogy kortárs szerzők és kortárs írók szavaival mutatjuk be gyakorlatilag a reneszánsz vár életet itt Tatán. Lesz Végvári élet Tatán címmel, Rabár Ferenc történésznek egy előadása, illetve lesz egy land koncert is délután 5 órától, valamint Neszné bor bemutató majd a törökkori átjáróban. A lovagi torna mellett mesészenés előadások, kézműves foglalkozások és egy kovácsmester is várta az érdeklődőket, így egy középkori kovácsműhely mindennapjai elevenedtek fel a látogatóknak. Az az igazság, hogy a múzeum felkérésére jöttünk, mert valamit ki kellett találni, valami jó kis programot, és hát bízom benne, hogy jól fogják érezni magukat a vendégek, mert lesz íjászat, lesz kovács bemutató, ólomkatonaöntés, általában egy, mondjuk egy 200-as szögből csinálok egy sörnyitót, vagy egy fokost egy fél óra alatt elkészítünk, vagy egy 3-4 óra alatt. 3 kis barátom, ők segítenek nekem, ők a segítőim, inosok. És megpróbáljuk majd minden jobban földobni a hangulatot. A rendező kérésére 5-ször fogok lőni minden második órába. Hát az ágyúnak van története, kis mérgesnek, mert az első patarán 2 darab ágyú volt, és az egyik ő volt. Fogadhajtás, röplabda, tenisz és futball, csak néhány sportág, amiben Tatán tették próbára tudásukat az Országos Állatorvos Agrársportnap résztvevői. Az eseményre hagyományosan egyetemi hallgatók is meghívást kaptak, hogy a jövőbeli szakmai kapcsolatokat építhessék. Ez az! Gyere vadász, gyere! Gyere! 25-06! Biztatás a futópályán, összecsapások teniszben és komoly harc a foci csapatok között.
A tatai edzőtábor szinte minden szegletében zajlott a küzdelem az Országos Állatorvos Agrársportnap alkalmából. A 7 éves kezdeményezést ma is ugyanaz az állatorvos, dr. Bándi Pál szervezte, aki eredetileg megálmodta a rendezvényt. Még Tatán laktam, amikor ezt kitaláltam, közel volt az edzőtábor, tehát úgy adott volt a gondolat, meg voltak a tárgyi feltételek. Szerencsére mindenhonnan, tehát az ország egész területéről vannak, és olyan 500-an. 5 sportággal kezdtem az elsőt 2014-ben, és ez bővült, most már 8 sportág van. Lelkesedés meg a hozzáállása az embereknek akkor az mindenképpen biztató volt, és az első sportnap után akkor azt gondoltam a visszajelzésekből, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Agrármérnökök, állatorvosok, szőlészek, borászok, erdészek a mindennapokban is gyakran dolgoznak együtt. A kezdeményezés nem csak köztük, hanem a lehetséges utánpótlás között is igyekszik kapcsolatot építeni. Állatorvostan hallgatói nagy számban képviseltetik magukat. Ez az én korosztályomra nézve óriási veszélyt jelent a sportpályán, különösen a futballpályán, de ez nekik is szól ez az esemény, és én azt hiszem, az egyáltalán nem baj, hogyha például a gyakorló állatorvosok, vagy azok, akik hatósági munkát végeznek, már találkoznak a hallgatókkal, hiszen egyrészt lehet, hogy van, aki itt találja meg, ha úgy tetszik, az utódját, másrészt a hallgatók még jobban megismerik azt a hivatásrendet, amelyhez tartozni fognak. A rendezvény nem titkolt célja volt ugyanakkor az is, hogy felhívja a figyelmet. Ezekhez a szakmákhoz bizony elengedhetetlen a jó erőnlét és a rendszeres testmozgás. Az agráriumban talán nem is kell túlmagyarázni, hogy aki hétköznapi munkát mondjuk egy állattartó telepen végez, ott igenis szükség van a jó kondícióra, de ma már az is bebizonyított tény, hogy a hivatali munkához is kell fizikai állóképesség. Hétköznap azok a kollégák jobban terhelhetőek, és teljesen más a hangulata. Úgyhogy én azt hiszem, egy ilyen sportnapot igazándiból csak azt tud élvezni, aki hétközben is sportol, itt pedig megmutathatja, hogy mit tud. Nyilvánvalóan ma nem elsősorban a sportértéke lesz a legfontosabb a mai napnak, de nem elhanyagolható, hiszen győzni mindenki szeret. Tata városának diákönkormányzata tisztelettel meghívja a város tanulóit szeptember 15-én délután 3 órakor kezdődő ülésére. A Városháza Fischer termében több témában hozhatnak döntést a fiatalok, úgy mint az őszi-téli programok, vagy az októberben alakuló ifjúsági kerekasztal. A Tatai Szociális Alapellátó Intézmény munkatársai továbbra is várják azok jelentkezését, akik a járványügyi helyzettel kapcsolatban ellátásukban segítségre szorulnak, például idősek, karanténban lévők vagy nagycsaládosok. A munkaidőben és az éjjel-nappal hívható telefonszámokat is a képernyő alján olvashatják. Nemzetközi napórás konferenciának adhat otthont Tata városa a Kunidomokos Múzeumban szeptember 18-án szombaton 10 órától várják az érdeklődőket. A programok folyamatosak, előadásokkal egészen délutánig várják Önöket. 100 éve született Pilinszky János, a Magyar Irodalom Történeti sorozatát folytatja a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság szeptember 30-án csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Kelecsényi László lesz, nyugalmazott középiskolai tanár, a budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium munkatársa. Hétfő esti híreink következnek egy-egy mondatban. A héten búcsúzik Dobroszláv Lajos emlékkiállítása a múzeumtól. A térség ellátottainak szállítását segíti az újonnan vásárolt busz. Középkori hagyományok elevenedtek meg a Tatai várban.